Már ellenőrzik a parlagfüves területeket, és bírságolhatnak is a parlagfű miatt, ahol nem írtják az allergiát okozó növényt, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő büntetés szabható ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mezőgazdasági területeken találnak elhanyagolt parcellákat. Ezeken a képeken a földhivatal parlagfű légifelderítő akciója látható, a tavalyi ellenőrzés sorozat alkalmával készítettük, ugyanis minden évben júliustól kezdődik el a parlagfűmentesítés ellenőrzése és a bírságolás is. A nyár beköszöntével a gyomnövény megjelenik és allergiát okoz, az idei nyári esős időjárás pedig kedvezett a növény növekedésének. Július 1-ére, vagy a július 1-e után virágbimbós állapotba kerül már a mi megyénkbe is általában a parlagfű. Valóban ebben az évben a kedvező időjárás miatt a parlagfű is intenzíven növekszik, nagy számban csirázott, nagy számban kelt. Számíthatunk arra, hogy nagy lesz a nyomás rajtunk. A parlagfűvel fertőzött területek nagysága lényegesen csökkent az elmúlt 10 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy néhány tő is nagy szennyezést tud okozni, mert a parlagfűnek óriási pollentermelő képessége van. Az ellenőrzés bejelentésre vagy felderítéssel indul el, a szennyezett területet GPS koordinátákkal bemérik, és az úgynevezett parlagfűírtási rendszerre felkerül a terület. Felvett jelzőkönyv alapján indítjuk az eljárást, ami a közérdekű védekezés elrendelését, a közérdekű védekezés végrehajtását jelenti, illetve növényvédelmi bírság kiszabását, aminek a mértéke nem változott, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed a fertőzött terület nagyságától és a fertőzés mértékétől függően. Jellemzően még az, hogy a mezőgazdasági vagy szántó területeken nagyobb problémát tapasztalnak, észlelnek, illetve az eljárások számában is leginkább ugye az elmúlt években ez a terület, vagy ezek a területek jelentettek gondot. Hát a jó kultúrállapotú területekkel általában nincs probléma. Most az aratás egy kicsit nehézkes a sok csapadék miatt, de a tarlókon szokott problémát jelenteni a parlagfű. Sajnálatos módon már azt megfigyeltük, hogy a sok csapadék, illetve a előre haladott idő miatt a álló kalászosokban is feljött a parlagfű. Hát nyilván itt a kombájn fogja megoldani a problémát, illetve nagyon fontos, hogy a gazdák azt tudják, hogy nem csak a parlagfű szempontjából, hanem más szakmai szempontok miatt is fontos, hogy azonnal végrehajtsák a tarlóhántást. A mentesítési kötelezettség gyakorlatilag minden területre és minden tulajdonosra vonatkozik. A mezőgazdasági területek, a szántóföldek, a rétek, az ültetvények, az erdőtelepítések és az útmenti, valamint a közterületekre is vonatkozik. A belterületi kiskerteket, a játszótereket, a parkokat, sőt az építési területeket is érinti a rendelet. A parlagfüves területeket egészen a növény vegetációs időszakának befejezéséig, szeptember, de októberben is ellenőrzik. Általában a mezőgazdasági és a szántóterületeken találnak parlagfüvet az ellenőrzések során. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 108,7 hektáron 171 terület tulajdonos ellen indult eljárás, összesen 1 millió 920 ezer forint bírságot szabott ki a hatóság. Jó ára volt idén a megynek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a lénekvaló gyümölcsöt is magas áron vették át. A feldolgozókhoz 34 ezer tonna került megyből, amelyből 30%-kal kevesebb volt a termés idén. A megy szezon június közepén indult és július közepére be is fejeződött. Magyarországon közel 13-16 ezer hektáron terem megy. Ebből körülbelül 4500 hektáros gyümölcsös Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Az időjárási viszonyok miatt a termés minőségét jó közepesre mondták a szezon végén is. Az idén egyébként országosan 60 ezer tonna megyre számítottak. A termés mennyiség kevesebb volt 30%-kal, mint a korábbi, kimagasló években. Ez az időjárás számlájára írható. Idén a termelők nem panaszkodtak a felvásárlási árakra, mert 200 forint felett is átvették a megy kilóját. Érdeklődtem a gazdáktól is, illetve a feldolgozóktól is. A feldolgozók azt mondják, hogy sikerült mégis felvásárolni azt a körülbelül 34 ezer tonnát, amilyen kapacitásuk van egy-egy évben.
nagy nyomás volt a lengyelek felől az árával kapcsolatosan, így a termelők nyilván nem panaszkodhatnak, sőt a úgynevezett lej medgyet is vásárolnak most, aminek magasabb az ára, mint máskor szokott lenni az étkezéséjé, 150 forint körül vásárolnak most már itt a szezon végén lejnek. Én úgy gondolom, hogy aki be akarja takarítani, annak most minden lehetősége megvan ahhoz, hogy a medgyel jól szálljon ki. Én úgy gondolom, hogy a Lengyelországban, amit kivittek, az hiányzik innen, de a feldolgozókat direkt ezért kerestem meg, hogy a kapacitásukat végig tudták-e dolgozni, azt mondták, hogy igen. A medgyágazatot érintő támogatások közül a termeléshez kötött támogatások rendszere az idei évtől megváltozott a gyümölcsültetvények tekintetében, hiszen szétválasztásra kerültek az extenzív és az intenzív ültetvények, amelyek közül az utóbbiak az előzetes tervek alapján hektáronként mintegy kétszer annyi támogatást kapnának, mint a kevésbé korszerű, hagyományos ültetvények. Ez azt jelenti, hogy a támogatási kérelmek után járó hektáronkénti 90 ezer forintnyi támogatás differenciálódik a 2017. évi kérelmek esetében.